Éjszaka Balatonfüreden. 4:11 előtt pár perccel haladt át a 48. kékszalag vitorlás nagydíj célvonalán a Magnum hajó. A legénységen a partról is látszik a fáradtság, ami nem is csoda, hiszen több mint 13 óra versenyzéssel vannak túl. Még mielőtt elmondanák, hogy mindig helyen is értek célba, visszaugrunk egy kicsit az időben. Ezek a felvételek nem sokkal a 48. kékszalag rajtja előtt készültek a Magnum hajón. A matrózok rendkívül izgatottak, hiszen a csapat 2014 után ismét kategória győzelmet szeretne aratni Európa leghosszabb és egyben legrégebbi tókerülő versenyén. Egy olyan emberrel beszélgetünk, aki Nagykovácsi lakik, legutóbb a fehér szalagon sikerült nyerni, már kék szalagon is sikerült nyerni, és most pedig egy kék szalag győzelemre készültök, szeletek lesz hozzá. Tavaly évben technikai problémáink voltak, ezért nem bírtuk megismételni a 14-es győzelmet, most szeretnénk, hogyha ez sikerülne. Milyen nehézségekkel kell szembesülnötök a mostani időjárás függvényében, amikor hol lehet számítani elsőre, hol nagyobb széllökésekre? Igazából majd ezt a természet megadja, mi reagáljuk azt a dolgot, ami változik. Erre kell felkészülnünk. Ez a csapat vagytok? Már 4 éve hajózunk együtt, a törzs az már ismeri egymást, megbízunk egymásban. A lényeg az, hogy mindenki megbízzon a másikba, és mindenki tudja a saját feladatát. Igazából úgy érzem, hogy felkészült a csapat, tehát nincs mitől tartanunk. Várjuk a kihívásokat. A Magnummal együtt 481 hajó fedélzetén közel 2500 versenyző vágott neki a kékszalag Balatonfüredtől Balatonfüredig tartó 155 kilométeres távjának, melyet 48 órán belül kellett teljesíteni. Európa leghosszabb és egyben legrégebbi tókerülő versenyén a résztvevők egyszerre küzdöttek az ellenfelekkel és az elemek kihívásaival. Ahogy a képeken is látszik, a verseny igazán próbára tette a vitorlázi tudást, tartást, valamint az akarat erőt. A kék szalag a Balaton és a vitorlázás legkiemelkedőbb ünnepe. Európa legnagyobb hagyományokkal rendelkező viadalán 24 hajóosztály versengett. A csapatok hónapokkal a start előtt megkezdték a felkészülést, hiszen a kék szalag az a futam, ahol az ember és a gép tökéletes harmóniája jelenti a győzelmet. Az a legénység a legjobb, amelyik a legkevesebbet hibázik. 2016-ban erre Nitkei Farkas alakulata volt képes, amelyik közel 6 perccel előzte meg a jóval esélyesebbnek tartott 50-50-t, és ezzel 12-szerre nyerte meg a kék szalag vitorlás nagy díjat. Több órával az első hajó célbaérése után is sokan gyülekeztek a parton, hogy láthassák a célbaérés mozzanatait, ami a legtöbb legénység számára kifejezetten kalandos volt. Most annál a pontnál állunk, ahonnan elindult a 48. kékszalag, és ahol befejeződik a rajt, illetve a cél. Innen kezdték meg az indulók a közel 180 kilométeres versenytávot, és ide is érkeznek a Tihanyi félsziget felől. Nem véletlenül maradtunk estig, hiszen érdemes volt várni egy izgalmas befutóra. Most zajlik a legnagyobb versengés az indulók között, akár 4-5 pozíció is múlhat egy-egy jó, illetve rossz döntésen. Negyed 11 előtt pár perccel futott be, abszolút összevetésben a 37. helyen, kategórián belül pedig bronzérmes Magnum hajó. A legénységet láthatóan meglepte, hogy mekkora ovációval fogadta őket a közönség az éjszakai órákban. Ez a jelenet mutatja be leginkább, hogy a matrózok legfőképpen saját magukkal küzdenek a versenyzés közben. A kék szalagon mindenki győztesnek érezheti magát, aki a rajtól a célig teljesíteni tudja a futamot. Alapvetően mi egy erőszeres versenyre készültük, ezt mondta a meteorológia. Semmit nem találtak el. Verseny első felében gyengeszeles verseny volt, ahol Tihanyi csőig gyakorlatilag első-második helyen szerepeltünk. A Tihanyi cső után a nyugati medencében szintén még gyenge volt a szél, ahol szerencsétlenségünkre déli taktika miatt Fonyó térségében egy 3 méteres vízmérséget jelzett a mérségmérőnk, ahol fennakadtunk. És egy 25-30 perc volt, mire le tudtunk erről a homokzátonyról jutni. Majd visszaesve az utolsó helyre, a felerősödő szélben, Keszthelyi bóját véve egy
30-35 csomós nyomásba Szigliget környékén vissza tudtuk magunkat verekedni a harmadik helyre, aztán a füredi befutónál. Mit csináltatok akkor, amikor Zátonyra futottatok? Hát ilyen... lehet lebenni a hajót? Hát ilyenkor minden olyan praktikát bevetünk, döntjük a hajót oldalra, a fiúk kiúztak egy szágatjában, és tolták, és vonszolták, és úsztak, és a vitorlát próbáltuk szélbeállítani, hogy toljon le minket, de aztán szerencsére sikerült, és tudtuk folytatni a versenyt. Eszünkbe se jutott, hogy feladjuk. Szerencsére jó volt, mert harmadikak tudtunk lenni. A célegyenesben sokakról hallottunk, hogy problémájuk volt, hogy a Tihanyi révet elhagyva Balatonfüredre ráfordulva, hogy ott rengeteg időt vesztettek, nagyon sok ilyen történetet hallottunk. Hogy láttátok, mi volt ott a működőképes taktika, amivel jól be lehetett vinni a hajót a célig? Óriási türelemmel kellett ebbe a gyenge szélbe minden egyes rezdülésére a szélnek reagálni. Baromi nagy koncentrációval a fiúknak, az oréknak óriási súlypont mozgatással kellett minden egyes ilyen kis mozdulatot, vagy szélcsíkot, vagy szélrebbenést elkapni. Türelemjáték volt, el kellett hinni, hogy meg tudjuk tartani a pozíciókat. Aki elvesztette ott a fonalat, az sajnos hirtelen tudott pozíciókat veszteni. Mi volt a csapat erőssége? A csapat erőssége a csapat. Szó szerint a hajó nagyon jó, de mindegyik hajó nagyon jó ebbe a kategóriába. Az erősségünk a csapat volt, és az, hogy nagyon sokat edzettünk, felkészültek voltunk az előszeres versenyzésre. Annak ellenére, hogy harmadikak lettünk, a célkitűzésünk az első volt, de így, hogy az utolsó helyről tudtunk visszajönni mégiscsak még egyszer. Úgyhogy ez a lent is voltunk, fent is voltunk. Happy end lett a vége. Akkor szépen fog csillogni a bronzanyagatokban. Csodálatosan, és büszke lett át az egész csapat. Igazából én magnumon kezdtem el versenyszerűen vitorlázni. Előtte csak ilyen hobbi szinten néha béreltem hajót, saját hajom nem volt, csak motoros. Amikor Sándorékkal elkezdtük, akkor nehéz volt, mert egy ilyen nagy hajó egészen más, mint a kis hajók. Mindenben egy kicsit több van, mindenben egy kicsit nagyobb, mindent egy kicsit másképpen kell csinálni. Olyan vitorlák is vannak, amiket kis hajón általában nem lehet találni. Genuával megyünk, Genakkerrel, nem Spinakkerrel, tehát ezek egy kicsit más technikát várnak el tőlünk is. És hát igazából az, hogy csapat, az azt jelenti, hogy most már 4 éve együtt tudunk hajózni, és a 4 évben megismertük egymást, tudjuk, hogy melyik lépés után mit kell csinálni, észreveszünk egymásnak a hibáit, tudunk segíteni egymásnak, és az a lényeg, hogy bármit csinál bármelyikünk, tudjuk, hogy a másikra bízhatunk. Tehát amit mondanak, azt mi végrehajtjuk, és ők is tudják, hogy végre lesz hajtva, és akkor itt tud haladni a csapat, és akkor egyre jobb eredményeket tudunk elérni. Rajtad azért jó nagy fáradtság látszik. Hogyan telt az a jó hosszú idő, ameddig megkerültétek a tavat? Hát igazából hozzá kell tenni, hogy azért kimentünk a tegnapi nap is, mert vitorlázás nélkül egy hétvége az nagyon üres, illetve ma is volt még feladatunk, de természetesen mi is elfáradunk, készülünk erre, tehát mindenünk a vitorlázást, tehát szeretjük ezt, és ami szeret, az nem fárad. Soponyai Géza által épített hajók, a Nautic 370-esek díjkiosztójára készülünk. A harmadik helyen végzett ebben az osztályban a Magnum Kuruc Sándorral a kormánynál, a legénység Kuruc Tamás, Lám Anna Mária, Pallai Tibor, Szerzák András, Kővári Zoltán, Koros Bálint, Kuter Géza, Tóth Krisztián és Fajr Egon.